Hatodik születésnapja alkalmával hatodik nyílt napját tartotta a győri Speedfit. Idén már közel 2000 bérletessel dicsekedhet a sportcentrum, akiknek 90%-a éves bérletes, a fennmaradó 10% pedig az alkalmi sportolók köre, mondta híradónknak Kovács Péter. A stúdióvezető hozzátette, a nyílt napoknak mindig nagy sikere van, így idén sztárvendéget is hívtak a stúdióba. Egy osztrák koncepcióval dolgozunk, tehát Ausztriában most már 10 stúdiónk van, ez adta a hátteret, és ennek köszönhetően 2009-ben meg tudtuk nyitni első magyarországi stúdiónkat itt Győrben. Teljesen magánerőből építettük fel 2009-ben a stúdiót, és azóta is minden fejlesztés teljesen magánerőből történt, és történik a mai napig is. A mai nap érdekessége, hogy sztárvendégünk Víg Domonkos, aki személyedzőként indult még itt a stúdióban 2011-ben, és most már fitness berkekben is nagyon-nagyon elismert és élvonalban lévő sportoló. A sikeresség azonban a nagyon jó csapatmunka nélkül nem jöhetett volna létre. Jelenleg 10 személyedző és 4 recepciósal működik az edzőterem, ahol a hatodik nyílt nap alkalmával hivatalosan is felavatták az új részleget, ami egy 200 négyzetméteres funkcionális terem. A születésnap sikerességét pedig a látogatók létszáma hűen tükrözi. Napi 4-500-as becsakolással megyünk, tehát ilyenkor egy nyílt napon, tehát kb. 1000-1100 fő sikerül megmozdítani, tehát óriási sikere van ennek. Tehát nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát akik eddig is itt jöttek el, tehát rendszeresen szoktam én is elő beszélgetni, hogy honnan hallottak rólunk, és ők is mondják, hogy a rádiótól kezdve a tévén keresztül hallanak rólunk az emberek, és úgy gondolják, hogy na akkor van egy ilyen remek lehetőség, hogy ki tudják próbálni. És teljesen, tehát a belvárostól egészen 10-20-30 kilométeres körzetből is járnak, Szlovákiából is egyre többen jönnek át hozzánk, és csak megnézni, mert ezt a színvonalat, amit mi képviselünk, ezt nem találják még itt a régióban sem nagyon. A hivatalos leleplezés után a sztárvendég Víg Domonkos és Kálmán Csilla fitness modell is kipróbálta, az új terem adta lehetőségeket.